Sziasztok, köszöntelek benneteket! Kettős frontok alakítják a következő napok időjárását, általában csak érintik, súrolják térségünket, viszont egy kis nedvességet, illetve csapadékot okoznak majd főleg hazánk északi részein. A jövő hét elején, illetve már vasárnaptól szárazabb forgatókönyvre számíthatunk, ugyanakkor porszem kerülhet majd a gépezetbe szaharai por formájában. Látható, hogy a következő időszakban egymást követik majd a ciklonok, amelyek nyugat felől egészen a kontinens belsejéig haladnak, de legyengült formában érintik csak hazánk térségét. Általában nedvességi mezejükkel leginkább az északi észak-keleti felét határozzák meg és érintik majd országunknak, és vasárnaptól már láthatóan magas nyomás alakítja az időjárást és veszi át az irányítást, jóval szárazabb időben lesz majd részünk. Azonban az előttünk álló éjszaka még nem lesz ennyire száraz, hiszen általában erősen felhős vagy borult időre kell készülni, azonban átmenetileg a Dunántúlon, illetve hazánk középső tájain átmenetileg kevesebb lehet a felhőzet, hazánk többi részén azonban inkább a felhősebb forgatókönyv valószínű, és az északi terület kevés csapadék is előfordulhat eső-zápor formájában. A hőmérséklet 6 és 12 fok közé süllyed, a déli szél pedig időnként megélénkülhet. Holnap változóan felhős időre számíthatunk több órás napsütéssel, azonban az északi területeken előfordulhat helyenként kevés csapadék napközben. A délutáni, késő délutáni óráktól viszont megnövekszik majd mindenütt a felhőzet és meg is vastagszik. Kezdetben fátyol felhők, majd alacsonyabb szintű felhők is érkeznek, és ezáltal már az északi területeken is növekszik majd a csapadék előfordulásának az esélye, az esti óráktól már több helyen is kialakulhat eső-zápor. A hőmérséklet 19 és 23 fok között alakul, a nyugatias déli szél pedig időnként megélénkülhet, meg is erősödhet. Az ezt követő időszakban, a hétvége nagy részében általában még mindig a kettős frontoké lesz a főszerep, és ahogy láthattuk is, leginkább ezek hazánk észak-keleti felén teszik majd nedvesebbé az idő és azokon a területeken lehet majd felhősebb, valamint kissé csapadékosabb az idő az ország többi részéhez képest. Általában változóan felhős időre számíthatunk azért több órás napsütéssel, vasárnap pedig már egyre kevesebb felhő lesz felettünk, hiszen ekkortól már magas nyomás alakítja időjárásunkat, csak kevés fátyol felhő lehet az égen, a hőmérséklet pedig egyre inkább a magasba emelkedik, és ismét csak nyárias hőmérsékleteket idéz majd a hétvége, kezdetben 25-26, majd vasárnaptól már a 29-30 fokot is elérheti a hőmérséklet. Én ezzel szeretném megköszönni a figyelmeteket, ha tetszett az előrejelzés, tartsatok velünk holnap is, iratkozzatok fel a mellettem látható elérhetőségeken, és kövessetek minket minden nap. Sziasztok!